Thank you.
Mondá, hová tettétek őt? Mondá neki, Uram, jöjj és lásd!
könnyeze Jézus. Mondák tehát a zsidók, íme mennyire szerette őt, némelyik pedig közülük mondák, nem tette volna meg ő, ki meggyógyította a vakon születettnek szemeit, hogy ez meg ne halljon. Jézus tehát ismét elbúsulván magában a sírhoz ment. Volt pedig ott egy barlang, és kő volt arra téve. Mondá Jézus, vegyétek fel a követ, mondá neki Márta, meg volt a kuga, Uram, már szabadon, mert negyed napos. Mondá neki Jézus, nem megmondtam neked, hogy ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét. Elvették át a követ, Jézus pedig fölemelvén szemeit mondá, Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál engem. Én ugyan tudom, hogy mindenkor meghallgatsz engem, de a körülálló népért mondám ezt, hogy elhiggyék, hogy te küldöttél engem. Ezeket elmondván nagy szóval kiállt a Lázár, jöjj ki, azonnal kijöve is, ki meghalt, ki halott volt, megkötözvén lévén lábai és kezei ruhákkal, orcára bekötve lévén kendővel. Mondá neki Jézus, oldjátok meg őt és bocsássátok el. Zsidók közül, de akik Máriához és Mártához jöttek, látván, miket Jézus cselekedett, sokan hívének ő benne. Kedves érzek, engedjétek meg, hogy
hogy felolvassunk, ami jól jellemzi a mi emberi viselkedésünket, gondolkodásunkat és az élethez való hozzáállásunkat. Két kis mondzat beszélget egy anya vasárnap. Te hiszel a születés utáni életben? Természetesen. A születés után valaminek következnie kell. Talán itt is azért vagyunk, hogy felkészüljünk arra, ami ezután következik. Butaság. Semmiféle élet nem létezik a születés után. Egyébként is. Az hogyan néz neki? Azt pontosan nem tudom, de biztosan ott fél lesz, több mint itt. Talán a saját lábunkon fogunk járni, és majd a számunkkal leszünk. Hát ez ostobaság. Járni nem lehet. És a számunkra lenni, az meg végképp nevetség is. Hiszen mi a körülzsidon keresztül táplálkozunk. De mondok én neked valamit. A születés utáni életet kizárhatjuk, mert a körülzsidon már most túlságosan fogjuk. De valami biztosan lesz. Csak valószínűleg minden egy kicsit másképpen, mint amihez itt hozzászoktunk. De hát onnan még senki nem tért vissza. A születés az élet egyszerűen véget ért. Különben is az élet nem más, mint örökös zsúfoltság a sötétben. Én nem tudom pontosan, milyen lesz, ha megszületünk, de minden esetre megálltjuk a magát. Ő majd gondoskodik. A mamát? Te hiszel? Mamám, és szerinted ő hol? Hát mindenütt körülöttünk. Benne és neki köszönhetően élünk. Nélküle egyáltalán nem élünk. Ezt nem hiszem. Én soha semmiféle mamát nem láttam, tehát nyilvánvaló, hogy nincs is. No, de néha, amikor csöndben vagyunk, halljuk, ahogy énekel, és érezzük, ahogy simogatja a világot körülöttünk. Tudod, én tényleg azt hiszem, hogy az igazi élet még csak ezután. Hát a két kis magzat diskurzusa jól elárulja a mi felnőtt diskurzusunkat, hogy mi van az a bizonyos ponton. Érezzük, hogy az Isten simogat bennünket, vagy nem érezzük. Az élet és a hit nagyon szorosan összefügg. Reggeltől estig azt kell, hogy mondjam, sőt még álmunkban is hitben élünk. Szüntelen hitben élünk. Akár hívő valaki, vagy akár nem az. Miért is mondom ezt? Hisszük azt, hogy éjszaka nem szabad ránk a lakás mennyezete. Hisszük azt, hogy a busz, amelyre felszállunk, az célba ér. Hisszük azt, hogy amit elénk tesznek ételt, azt nem mérgezték meg. Hisszük azt, hogy a párunk, a feleségünk, a férjünk, az nem csal meg bennünket. És hisszük azt, hogy a gyermekünk őszinte hozzánk. Mindig és mindenkinek hinnünk kell, hogy az életünk elviselhető legyen. Ha nem ezt teszünk, akkor úgy járunk, mint az illető, aki nem mert átmenni a hídon, mert azt hitt, hogy beszakad, nem mert fölszállni egy buszra, mert azt gondolta, hogy az garantolatni fog. Hit nélkül megbetegedhetünk. Ám a szünet nélkül hitben kell élnünk, akkor miért nem merünk hinni annak, aki a legszabad hihetőbb lény az egész Földön, aki atya titkairól a legtöbbet mondta el nekünk, Jézus Krisztus. Ezért írja János apostol következőt. Akik hisznek Isten fiának nevében, azoknak tudniuk kell, hogy örök életünk van. Ez az egyetlen útja annak, hogy életünk ne tévesszen célt, és az valóban öröm legyen. Hogy tudjuk,
akik Isten fiának nevében hisznek, azoknak örök életük. A boldog és örömteljes ember a világon az, aki tudja, hogy miért van a világon. A lélek búvárok egyik legnagyobbika, Viktor Frank, egy zsidó ember, aki megjárt Auschwitzot, és a haláltáborban ott fejlesztette ki, ha lehet így fogalmazni, azt a fajta pszichológiai iskolát, amit logoterápiának hívnak egyszerűen, hogy az élet csak úgy élhető, ha annak van értelme. Ez az ember megtalálhatott a lágerben, hogy mi az élet értelme. De mondhatnám Placid atyát is, akit a gulágra vittek el, ők is megtalálták az élet értelmét, még abban a nyomorúságos és nehéz helyzetben is. Ellenkező esetben minden öröm és boldogság nélkülözhet. Ha már tudjuk azt, hogy miért élünk, utána föl kell ismerni azt, hogy kiért élünk. Milyen szép látni, amikor idős házas párok egymást átkorolva, maguk mögött hagyva 30, 40, 50, 60 esztendőt szépen örömteli arccal sétálnak. Egymást tudósan megölelik és örülnek egymásnak. Az életnek és annak, hogy együtt lehetnek. Milyen sokan indulnak el Isten nélkül, csak magukban bíznak, hogy megteremtsék a saját paradicsomukat, és néhány év múlva ebből egy koros, vállóperes akta lesz. Én nem állítom azt, hogy minden hívő házaspár mindig és maradéktanul boldog, de azt állítom, hogy az Istennel jobban és tovább el tudjuk viselni egymás gyöngét. Én nem állítom és nem mondom azt, hogy egy barátság nem lehet jó azok között, akik nem mondják együtt a mi atyánkot, de ez a barátság legtöbbször addig tart, amíg a kapcsolatot valamilyen érdek közé össze. Én nem állítom azt, hogy azoknak, akik Istennek hátat fordítva élnek, az élete boldogtalan és nehéz lesz, nekünk pedig mindig könnyű és mindig boldog, de azt állítom, hogy ha megtalálok Jézust, akkor vele könnyebb. Egy embertől hallottam, aki egyszer jött hozzám templomba, súlyos csontvirkulásban szenvedett, és mankóval is nehezen tudott már járni. Megkérdeztem tőle, hogy hogy van, és ő azt válaszolta, hogy hát háromról van könnyen. A mankó, én és Jézus. Aki vele megy, az megtapasztalja, hogy vele az élet is megy. Hiszen ő mondja, az én igám édes, az én terhem könnyű. Be kell ismernünk, hogy Istennel más és Istennel könnyű. Louis Kretz, egy neves orvos azt írja a naplójába, be kell ismernem, hogy az Istenbe vetett hit és az Istenbe vetett szeretet gyógyít. Be kell ismernem, hogy ma is történnek csodák. Kár, hogy se a hitet, se a szeretetet nem tudom receptre fölírni. De ott tegyem hozzá, hogy ingyen kaptam. Adja Isten mindenkinek, hogy gyümölcsözővé legyen az élet. Kívánom mindenkinek azt az előttünk lévő napokra, hogy ízlelje meg a fájdalmak, a
szenvedés, a mélység, a kereszt közepette, hogy ez a nagy hét nem egy mázas történet, hanem ízig-vérig emberi valóság. A mi életünk is ilyen. És ízleljük meg azt, hogy a nagypénteken túl van még lejjebb. A nagy szombat, a mélység, a Seol, ahol semmi van. És innen jön a magasság, a húsvétocsán. Az ízleli meg ezt, aki hiszi, hogy az élet, az örök élet. Oh,
Szív Isten a te népedet, és áld meg a te örökségedet.